1990 környékén vettük át az üzletet, akkor az Alföldi Vendéglátóvállalat tulajdona volt, és miután privatizáltánk, azóta itt dolgozunk a családdal együtt. Vendéglátásra foglalkozunk, délben előfizetéses menü van, és van egy kiszállító egységünk, ahol a elkészített ételeket házra szállítjuk különböző cégeknek vagy személyeknek egyaránt. A benti étterem nappal 11-től este 10-ig van nyitva, ebből 11-től délután 15-ig előfizetéses érkezés van, ami tartalmaz 3-féle leves, 5-féle másodikot, savanyúságot vagy salátát. Ezen kívül sütünk süteményeket, amit a vendég maga megvásárolhat, vagy elfogyaszta, vagy elviszi. Délután 16 órától pedig alakártként működik. Sajnos ebből a gazdasági válságban egy kicsit visszaesett. Összességében a forgalom az elmúlt 2-3 évben valamicskét csökkent. Körülbelül 20-an dolgozunk, van 4 tanulónk, ezek különböző évfolyamban járnak. A magyaros ételek vannak többségben. Itt egy középutat kell válaszolnunk, hogy legyen benne fűszeresebb és kevésbé fűszeresebbek, mert például az előfizetéseknél nem sokan már ezt a könnyebb kajákat szeretik, meg ilyen zöldségfélék vannak. Hát igyekszünk, hogy változatos legyen, és az időszaknak megfelelő primőrtől kezdve minden legyen benne, amit belefér be az árba. Sajnos az árak elég magasak lettek, ezért szűkesen tudunk belőle kijönni, de még valahogy meg lehet belőle élni. Kiszállást is vállalunk, a kiszállítást is, ahogy mondtam, esküvők, baráti rendezvények, évfolyam találkozók, stb. Ezeket mind délután vállaljuk. Nyilván valakban mások van megterítve, meg másabbak az árak is. A naplóba hirdetünk, tehát benne vannak a menük minden héten, illetve minden nap, amikor főzünk. Ezen különböző szórólapokat, meg reklámfilmek, meg egyébekbe hirdetünk. Mi úgy vagyunk vele, hogy mi nem szeretjük itt változtatni a beszállítókat. Vannak egy évtizedes beszállítók, Baromfürdvar, stb. Ezek azok. Az, hogy most az egyik cég beindul, és akkor valamit 5 forint a lócsóban, az 2 hét múlva meg felviszi. Annak én úgy vagyok vele, hogy inkább a régiekkel tartom a kapcsolatot, ha esetleg ginnék a drága, és azok legalább biztos partnerek. Elindultunk ilyen pályázatokon, ami nem kevés pénzbe került, nagyságrendek több százezer forint. Aztán egyszer kaptunk levelet, hogy igen, meg lesz a pénz. Utána várjunk rá 60 napot, utána 90 napot, ha végén nem lett meg a pénz, és még az a pénz is, amit én betegtettem, az is elfogy. Jelenleg is állandóan bombáznak bennünket ilyen-olyan támogatással, de nem hiszem lesz el, mert akármilyen szépen megírják a pályázatot, úgyis csak az melegszik, aki a tűz közelből van, úgyhogy mi elég messze vagyunk ahhoz. Azt a nagy beruházást, amit a Katen utcán építettünk, az már erre van, hogy ezt hosszú távra gondoltuk, meg mivel ez a családi dinasztia sokat a vendéglátásnak dolgozik, a fiam, a lányom, a vejem, a menyem, tehát mi egy család vagyunk így, és azért mondom, hogyha nőnek a gyerekek, az unokáim, valaki csak fogja ezt az üzletet továbbvinni. Hát most is viszi a fiam, meg a vejem, de a kisebbekből is hát, hogyha lesz valami vendéglátós, erre gondoltam. Itt a kaja magáért beszél, úgyhogy ha megfelelő az étel, meg a hely, a tisztaság, a higiénia, és azt hiszem, erre büszkék is lehetünk, mert azért sok visszatérő vendégünk van. Ugyanúgy, mint hogy csináltunk mi már itt esküvőt, gyereknek a keresztelőjét, stb. Tehát ilyen visszatérő vendégek vannak, ami azt jelenti, hogy meg vannak elégedve a kiszolgálás és az étel mennyiségével és meg minőségével. Mi ezen túl is ugyanúgy várjuk a vendégeket, mint az elmúlt időszakban, most már egy gyönyörű átalakított környezetben. Az ajtó mindenki előtt nyitva vár, és szeretettel várjuk őket jó minőségű étellel és itallal és figyelmes kiszolgálással.